Kedves nézőink, jó estét kívánok! Ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Továbbra is magasak az előállítás költségei a sütőiparban, ma annak is utána járunk, drágul-e a kenyér a közeljövőben, de előtte mutatjuk a teljes kínálatot. Változások az oktatásban, pedagógus találkozót tartottak Sonkádon. Drágul a kenyér, nem csökkennek az alapanyagárak az ágazatban. Bölcsőde átadó, csak nem 400 millió forintból épült kölcsén. Történelmi béremelés, megújult szakképzés és felsőoktatás. Az oktatás politika aktualitásairól a Kárpát-medencei Magyar Pedagógus Szervezetek találkozóján tanácskoztak. A háromnapos eseményt 8 éve rendezték meg először Sonkádon. A találkozón az elmúlt években több mint 4000 pedagógus vett részt. Regisztrálnak a résztvevők, a Vármegye egyik legkeletibb pontjára, Sonkádra hazai és határon túli pedagógusokat vártak. A településen 2017-ben rendezték meg először a Kárpát-medencei Magyar Pedagógus Szervezetek találkozóját. Itt a tanácskozáson túl kötetlen programokra is várják a szakembereket. A rendezvényt Sonkád polgármestere hívta életre, aki egyúttal a Nemzeti Pedagógus Kar alelnöke is. 8 évvel ezelőtt találkoztam több határon túli szervezet vezetőjével, és akkor találtam ki, hogy mi lenne, ha nem mindig Budapesten találkoznánk, hanem egyszer eljönnétek ez a Sonkád. Magyar kultúrával, magyar nyelvvel és a magyar pedagógusok életével, ezen keresztül a gyerekek előrehaladásával foglalkozzunk egy kicsit. Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője szerint a rendezvény lehetőséget ad arra, hogy a pedagógusok és az intézményvezetők naprakész információkat kapjanak az oktatáspolitika jelenéről, terveiről. Eljönnek és elmondják a legújabb elveket, elképzeléseket a helyi pedagógus vezetők, pedagógusok jobban magukénak érzik az oktatáspolitika elveit, azon túl persze, hogy nagyon örülnek a bérfejlesztésnek, azon túl, hogy érzékelhető a modellváltás eredményes hatása az egyetemeknél, azon túl, hogy a szakképzés hatásait, hiszen szakképző intézmények is annak érzékeljük, és találkozhatnak a pedagógusok a Kárpát-medencei pedagógusokkal is, hiszen vannak a délvidékről, vannak felvidékről, és vannak Párciumból, Erdélyből pedagógusok. Sajnos a szomszéd, Kárpátalja és Ukrajna a legrosszabb helyzetben, és nekik most a legproblémásabb az átjutás. Sonkádon vagyunk, ami 8 kilométerre van a határtól, és hát ugye a legújabb ukrán szabályozások következtében a mozgásuk az ottani intézményvezetőknek eléggé korlátozott. 10 milliárd forintos kerettel indul idén a Pannónia program, amely 8000 egyetemi hallgatónak és munkatársnak biztosít külföldi mobilitási lehetőséget. A magyar tudás, a magyar fiatalok tulajdonképpen egy olyan lehetőséghez jutnak az most induló Pannónia program által, amivel a világ bármely egyetemére eljuthatnak. 10 milliárd forintból úgy számoljuk, hogy nagyjából 8000 fiatal diák, oktató, kutató juthat el olyan nemzetközi egyetemekre, olyan külföldi egyetemekre, amelyek akár Európán belül, akár Európán kívül helyezkednek el, és a világ vezető egyetemei, mi több. Havi szinten 350-500 ezer forint ösztöndíjat biztosítunk, mi több. A teljes külföldi tanulmányi időszakot elismerjük a fiataloknak. Hogy miért tesszük ezt? Ez pedig azért, mert hogy úgy gondoljuk, hogy a magyar tudás, a magyar kreativitás, a magyar gazdaság és a magyar nemzet szuverenitása érdekében fontos az, hogy a fiataljaink külföldi tapasztalatokat szerezzenek, és utána hazajöve itthon azt a nemzet javára fordítsák. A magyar tudást, a magyar kreativitást nemzetközi, külföldi együttműködésekben visszük tovább, hiszen a megújult magyar felsőoktatás sikeres, 12 egyetemünk van a világ legjobb 5%-ában, a magyar kutatás innováció sikeres, hiszen a tavalyi évben két kiváló magyar kutató Nobel-díjat kapott. A diákok jogosan azt szeretnék, hogyha lehetőségük lenne külföldi egyetemeken is tapasztalatot szerezni. Ha ezt Brüsszel nem biztosítja számukra,
akkor kötelességünk a gyerekeinknek ezt a lehetőséget megadni. Azt is látják, hogy mindazzal a lehetőséggel, amit a megújult magyar felsőoktatás jelent, azzal olyan diplomát szerezhetnek, amellyel szinte azonnal elhelyezkedhetnek. Átlagosan a diplomaszerzést követően 42 nap az elhelyezkedés, és az átlagbér is átlagosan 1,7 szerese a diplomásoknak. Tehát, hogy azt lehet mondani, hogy megéri magyar egyetemen tanulni, megéri magyar egyetemen diplomát szerezni, és itt, ha a térségre nézzünk, akkor itt van a Nyíregyházi Egyetem, amely Nyíregyházi Egyetem az elmúlt év során is dinamikusan tudta növelni a diákjai számát. 4400-zal több diák választotta ezt a háromszöget, Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen háromszögét, mint az ezt megelőző időszakban, tehát van vonzása a régiónak, van vonzása az itt működő egyetemeknek. A külföldi diákok esetében is azt mondhatjuk, hogy ez a magyar felsőoktatás sikere, hogy sokan választanak magyar egyetemeket, és ezt is erősíteni kívánjuk az elkövetkezendő időszakban. Mi több, a kutatási együttműködésekben is egyre jobban jelen kívánunk lenni. Talán kevesebbet beszélünk erről, de a V4-es országok közül a nemzetközi külföldi együttműködésben készül a V4-es országok közül a legtöbb magyar publikáció. Ebben amúgy ezen országok mellett a külföldi doktorandusz, tehát doktori képzésben résztvevő diákok között is az OECD átlag fölött teljesítünk, ez a magyar felsőoktatás sikere. De ebben mi úgy szeretnénk tovább menni, hogy egyrészt azoknak a kutatóknak, akiket Brüsszel nem támogat, nekik a külföldi egyetemekkel biztosítjuk az együttműködést, erre az idei évben 5,4 milliárd forintot biztosítunk. És most indítottuk el az úgynevezett Horizon programot, ami pedig arról szól 8 milliárd forintért, hogy a magyar egyetemek, a magyar kutatók keressenek külföldi egyetemi kapcsolatokat, és a külföldi egyetemekkel való kutatásokat megfinanszírozunk, a külföldi egyetemek kutatási költségét is finanszírozunk, persze olyan témát kell kutatni, ami a magyar nemzetet, a magyar gazdaságot viszi előre. És hogy hogyan kívánjuk még megmutatni azt, hogy a magyar egyetemeink kiválóak, további 6 milliárd forintot pedig arra fordítunk, hogy akár magyar kutatókat hozzunk haza. Itt emlékeztetnék mindenkit arra, hogy Krausz Ferenc Nobel-díjas professzorunk kutatásai, amiért a Nobel-díjat kapta a lézerkutatások tekintetében az egészségügyi alkalmazását, a Semmelweis Egyetemmel közösen viszi tovább Krausz professzorul, tehát igenis vonzása van a magyar felsőoktatásnak. No, erre extra forrást fordítunk 6 milliárd forintban, hogy ezek a kutatások, kiváló külföldi kutatók jöjjenek Magyarországra, válasszák Magyarországot, ismerjék meg és tapasztalják meg azt, hogy mi az a küldetés, amely a magyar nemzet számára adatott. Franciaországban is egy hasonló egyetemi kutatási megújítás indul el, mint ami Magyarországon van. Érdekes módon őket kevesbé vegzálják, mint teszik ezt Magyarországgal. No, de ezt félretéve, azt kell, hogy mondjuk, hogy igen, a magyar egyetemeknek 12 ezer nemzetközi együttműködése van. Mi ezen 12 ezer nemzetközi együttműködések közül a legkiválóbbakat kívánjuk a továbbiakban erősíteni és ehhez forrás biztosítani. Jelentős béremelés és reformok, a tanácskozáson a szakképzés eredményeiről, legfontosabb változásairól Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár számolt be. Ami most történik, azért egy olyan jelentős bérfejlesztés, amit történelminek lehet nevezni. A szakképzésbe pedig egy olyan jelentős átalakítás történt ehhez, ami egy minőségi fordulatot is hoz a szakképzésbe, és ezen most már azért 3 éve dolgoznak a pedagógusaink. Ez egy tartalmi, módszertani fejlesztési megújítást jelent. És hogyha már Kárpát-medencéről beszélünk, akkor nagyon lényeges, hogy ezt a jó gyakorlatot, ami most úgy tűnik, hogy ezt most már jó gyakorlatnak lehet nevezni, ezt ki tudjuk terjeszteni a Kárpát-medencére, és egyre több olyan kapcsolat kezd kialakulni, ahol meg tudjuk mutatni, képezünk, megtanítjuk, hogy hogy kell ezt esetleg csinálni, és így, hogy úgy mondjam, részesei tudunk lenni azért egy jóval nagyobb közösségnek mindenképp.
3 évvel ezelőtt elkezdtük Kárpátalján úgy, hogy az elméletet megtanítottuk az ottani oktatóknak, pedagógusoknak, és akkor ott volt az elmélet, itt a gyakorlat, a gyerekek jöttek egy ilyen kéthetes bontásba, tanultak gyakorlatilag, azért ezek már fiatal felnőttek, akikről beszélünk. Nyilván nem a tanköteles gyerekekről van itt elsősorban szó, és hát szakmát akartunk nekik adni. És ez olyan sikeres volt, hogy gyakorlatilag most már olyan majd, hogy nem 400-an levizsgáztak egyébként, és szakmát szereztek, és hazamennek, és otthon azt gondolom, reményeim szerint jobban fognak boldogulni. A másik, ami most egy nagy kihívás, hát az Erdély Székelyföld területe, hiszen messzebb van. Ugye a határ mentén sokkal könnyebb a két kapcsolatú képzést kialakítani, hogy sokkal nehezebb. Ott Kézdivásárhelyen alakult egy képzőközpont most, és jelenleg gyakorlatilag most fejlesztjük, ebben az évben indul, de ez nagyon szépen fejlődik, itt ismerjük, most már 116 tanulónk van, úgyhogy nagy az érdeklődés, úgyhogy ehhez már csak nekünk minőséget kell nyújtani, és azért azok a tanárok, akik ezt vállalják, hogy kimennek tanítani, oktatnak, ezért azt gondolom, hogy elhivatottak, és valóban minőséget nyújtanak. Az oktatóink egy teljesítményértékelési rendszerben vesznek részt, és gyakorlatilag a bérmegállapításnak egy jelentős része ez alapján történik. Ez sok mindennel összefügg egyébként. Nyilvánvaló, hogy azt is nézzük, hogy az, hogy most milyen a végzettsége, az azt gondolom, hogy az kiinduló pont. De igazából, hogy mit tesz hozzá, milyen minőséget, és a gazdaság számára mennyire plusz, mennyire fontos az az adott szakma, amit oktatunk, azért ezek mind-mind pontszámmal értékelhetők. A teljesítményértékelési rendszerünket 3 évente újítjuk meg mindig a pedagógusoknál. Tavaly májusban készítettük el az idei bérfejlesztésnél, most ezt vettük egyébként alapul, és hát nagyon-nagyon szép fejlesztést kapnak ezért. Eleve már az, hogy maga továbbiakban azt kijelenthetjük, hogy 582 ezer forintnál kevesebben senki nem kereshet a szakképzésbe, vagyis a pályakezdők, akik bejönnek hozzánk, ezt fogjuk nekik ajánlani. Már tavaly előtt is feljebb hoztuk a pályakezdők fizetését egyébként, mint az általában a pedagógus életpályából adódik, mert hogy nekünk nem is pedagógus életpályánk van, hanem mi munkatörvénykönyv alapján dolgozunk. És ezáltal azt látjuk, hogy több fiatal is jött be a rendszerbe, meg is tudjuk őket tartani. De nekünk nem csak rájuk kell gondolni, hanem a gyakorlott szakmát tudó oktatókra is, nehogy a piac elvigye őket, nehogy a jó szakemberként elmenjenek keresni a saját szakmájukba. Mi szeretnénk, hogyha megmaradnának itt oktatni, mert azért a legjobb mester az szükséges az oktatáshoz. Sesták Oszkár, a Vármegyei Közgyűlés elnöke elmondta, eredményes volt az oktatásban korábban véghez vitt központosítás, amelynek célja az iskolák közötti esélyegyenlőség megteremtése volt. Az a kormányzati szándék, hogy az iskola fenntartóként az állam megjelenjen az iskolák életében, ez jó irányba halad, és az esélyegyenlőség nőtt. Az iskolák esetében a budapesti elit iskolák, vagy a jó helyzetben lévő iskolák és az ország hátrányosabb helyzeti térségében lévő iskolák közötti olló az csökkent. Ezt meg kell állapítani finanszírozási szempontból és eredményesség szempontjából is. Ez volt az értelme ennek az átalakításnak és ennek a reformnak, és ilyen értelemben nyugodt szívvel vagyok egykor iskola fenntartóként, hogy jó kezekben vannak az iskoláik változatlanul. A Kárpát-medencei Magyar Pedagógus Szervezetek találkozóján az elmúlt években közel 4000 pedagógus vett részt.
Másfél-két évvel ezelőtt szinte sokkolta a lakosságot, hogy viszonylag rövid időn belül milyen drasztikus dráguláson estek át a különböző kenyerek és egyéb péktermékek. Sokat beszéltünk akkoriban az okokról, energiaköltségek, alapanyagár, hogy most milyen helyzetben van a sütőipar, és hogy a közeljövőben kell-e számítani további áremelésre, arról Lakatos Tiborral, a Magyar Pékszövetség alelnökével beszélgetünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! 2023-as novemberi adat, hogy nálunk drágult a legjobban a kenyérára az Unióban. Tehát uniós szinten nálunk drágult a legjobban. Mi volt ennek az oka, mi ennek az oka? Hiszen hát gondolom azért az infláció, illetve az energiaár, az azért a többi ország pékiparát is sújthatta, sújtotta. Igen, de valóban 2023-ban 22-höz képest mintegy 37%-os kenyérár emelkedés következett be. Ugye ennek legnagyobb oka volt, hogy az energiaköltség, ami egyre nagyobb hányadban szerepel a kenyérnek a előállítási költségben, drasztikusan megemelkedett, ha visszaemlékszünk. Tehát energiaválság volt, energiadobbanás volt, tehát nagyon befolyásolta. 22-ben a költségek, és azon belül pedig a lisztköltsége is jelentősen emelkedett. Tehát ezek olyan mértékű növekedések voltak. A másik pedig, hogy a sütőipar ugye nagyon élő munkaigényes vállalkozás, hiszen az embereket nem csak nappal, éjszaka is foglalkoztatjuk, tehát a minimálbér emelkedés mi esetünkben hatványozottan jelentkezik, hiszen ki kell fizetnünk a minimálbér emelkedésre, a délutáni pótlékot, éjszakai pótlékot, de talán, hogyha hétvégén is dolgozik a pék, akkor annak is egy jelentős költségnövekedése van. Már nem először beszélgetünk, hát korábban is azért eléggé sokat panaszkodtak arról, hogy ugye a költségek nem fedezik az előállítási költségeket. Akkor, amikor érte önöket az energiaválság, illetve az inflációs válság, akkor egyébként mit gondoltak, hogy te jó ég, hát ezt most már nem fogjuk túlélni? Volt önökben ilyen gondolat? Nagyon sok pékség bezárt. A Magyar Pékszövetség számítása szerint ilyen egyharmad pékség bezárását prognosztizáltuk. Aztán sikerült a Pékszövetségen keresztül normalizálni az elektromos energiát, illetve a gáznak a beszerzési árát, tehát nagy volumenben tárgyaltunk a beszállítókkal. Csak mondok egy példát, 10 millió köbméter gázt tendereztettük meg különböző beszállítóknál, és ezáltal sikerült valamelyest csökkenteni, és ugye azt is tudjuk jól, hogy a világpiaci ára az is valamelyest csökkent a földgáznak és a villamosenergiának, tehát ugye úgy vannak meg van kötve a szerződések, hogy a TTF, tehát a világpiac álcélhatáron is, és ez is valamelyest csökkent. Tehát igazából én azt gondolom a 2023-ban egészében nem emelkedett, 22-höz képest valóban növekedés volt, de azt gondolom, hogy ez a 23 év fix volt az áremelkedés tekintetében. Tehát akkor a 2023-as évre elmondható, hogy nagyjából normalizálódott. Teljes mértékben így van. A helyzet, így van. A bekerülési költség is azért teljesen más lett. És hát időközben egyébként olyannyira más lett, hogy csökkentek a gabona árak. Ugye? De ennek megfelelően a kenyérára nem csökkent 23-ban. Hát ez minek köszönhető? A gabonára az nincs összefüggésben a sütőiparra, hiszen ugye a gabonát a liszt malmok vásárolják meg, és a malmok dolgozzák föl, és nyilván a malmok attól függően milyen beszerzési áron tudják beszerezni, attól függően adják nekünk tovább a liszt formájába a gabonának az árnövekedését. De azt gondolom, hogy 23-ban a liszt és a lisztnek az ára is stagnált. Tehát én továbbra is azt tudom állítani, hogy 23-ban beállt a sütőipari termékek ára, 22-höz képest valóban volt növekedés, de ha megnézzük, 23-ban nem volt áremelkedés. 22-höz képest volt, de januártól decemberig, hogyha megvizsgáljuk az árakat, egyfélért növekedés sem volt, ráadásul szerintem valahol még csökkenés is volt kenyérárában. Az elmúlt napokban pedig olyan hírek láttak napvilágot, hogy annak ellenére, hogy nem emelkedett a gabona ára, emelkedhet a búza ára mégis. Hát, sajnos ez a múlt héten még nem az a híre tudtam volna jönni, hogy vélhetően 24-ben is maradnak ezek a sütőipari termékárak, viszont ugye bejelentették a malmok is egységesen, úgyhogy nem is tudom mi az oka, hogy mintegy 10%-os
listán növekedéssel kell, hogy számoljon a sütőipar. Tehát azt gondolom, hogy megpróbáljuk ezt az időszakot húzni, bespájzolni, aki tudja. Tárgyalunk még a malmokkal, de az biztos, hogy az előjelzés alapján mindenképpen ez listán emelkedés. Ugye, és amit említettünk az előzőkben is, december 1-től egy jelentős minimálbér, szakmunkás minimálbér emelkedés is volt, aminek szintén hatványozottan jelent meg a sütőiparban a költségnövekedés, amit említettem az éjszakai és délutáni hétvégi munkavégzés miatt. Én azt gondolom, hogy mindenki megpróbálja kigazdálkodni ezt a költségnövekedést. Nyilván most kezdődnek el a tárgyalások a vevőinkkel. Mi is tárgyalunk, nyilván ezt a 10%-ot megpróbáljuk azért korrigálni. Tehát én azt gondolom, az elkövető hetek arról fognak szólni, hogy a szállítókkal és a beszállítókkal, illetve a vevőinkkel elkezdődő tárgyalások hogyan fognak alakulni. Tehát könnyen lehet, hogy ismét emelkedni fog a kenyérára ez a szerzés. Elképzelhető, de kihangsúlyozom, a kenyérárát mindig a kereskedő határozza meg. Mi a beszerzési árakat tudjuk, illetve az előállítási költségeket tudjuk megmondani. Én bízom benne, hogy a vevők, a nagy vevőink is el fogják fogadni, hogy ők is engedjenek valamit az árésükből, és akkor elképzelhető, hogy nem lesz jelentős áremelkedés. Összességében véve elmondható-e, hogy az elmúlt időszakban stabilizálódott az önök helyzete? Igen, és azt gondolom, hogy az elmúlt évekhez képest 23 egy ilyen stabil év volt. Én azt gondolom, hogy megtalálta mindenki a helyzetét, megtalálták azok a beszállítók a vevőknek az igényeit, és ki is tudták elégíteni, és ezáltal egy ilyen viszonylag úgy mondom, hogy elmúlt évekhez képest egy stabil év volt a 23, és erre számoltam, megmondom őszintén, 24-ben is, még mindeddig, de én bízom benne, hogy lehet ezt még korrigálni. Mindennek függvényében, hogy ugye a beszélgetésünk elején is említettük, hogy mennyire drasztikus volt korábban a drágulás, átalakította-e a kenyérfogyasztási szokásokat? Magyarán csökkente a kenyérfogyasztása? Hát jelentősen csökkente. Most az elmúlt ennek köszönhetően? Nem ennek köszönhetően. Az átalakos. Tehát mondok egy számot, a most pillanatnyilag éves kenyérfogyasztás egy főre vetítve egy 37 kg, ezelőtt 10 éve ez 63 kg volt. Tehát ugye ez is egy jelentős kapacitás visszaesés jelent a sütőiparnak, de én inkább azt tartom fontosnak, hogy átalakultak a vásárlói szokások. Tehát ha azt nézem az én cégemnél, szinte alig gyártunk már kilós kenyeret, de azt veszem észre, hogy multiláncoknál is mennek a kisebb tömegű termékek irányába, és a vásárlók is rájönnek, hogy lehet, hogy érdemesebb egy kovásszal készült kenyeret vásárolni, vagy egy rozsos kenyeret, és nem érdemes, mint az 15 évvel a szeletelt felfújt kenyeret vásárolni, hanem elmennek a szokások abba az irányba, hogy egészségesebbek legyenek a termékek, kevesebbet fogyasszanak, és ez az étrendre is, az egészségre is egy jelentős hatással számít. Tehát akkor gondolom egyre fontosabb a fogyasztónak is a minőség, ennek megfelelően a gyártónak is a minőség. Pontos, és mikor lehet egy kenyér tekintetében minőségről beszélni? Tehát hogyha a fogyasztó mire figyeljen, hogyha szeretne tényleg akkor egészséges kenyeret vásárolni? Azt gondolom, a ránézésre, hogyha jó nagy felfújt kenyeret, kilós kenyeret vásárol, akkor abból vélhetően hiányzik a kovász, hiszen a kovásza, mint nagyon rég is tudjuk, a kovász a kenyének a lelke, tehát az igazából az helyettesíti, van olyan kenyér, amelyiknek például az élesztőt is a helyettesíti, és ezáltal a tömege is kisebb lesz, és nem pedig nagy főfújt lesz a kenyér. Nagyon fontos mérőszámokat mutatnak a kenyének a címkei, vagy pedig a bármelyik kereskedőnél a gyártmánylapot meg lehet nézni, amely tartalmazza az előállítási technikát, az összetételeket, és azt, amit az ember 5-10-15 évvel tapasztalt mondjuk egy nyugat-európai országban, itt is most már rozsos kenyér irányában, teljes különbségű kenyerek irányában mennek el a vásárlói szokások. Tehát akkor ezt egyfajta hosszú távú stratégiának is elmondhatjuk, ami ugye nem árt, hogyha a pékségek megfogadják. Én azt gondolom, hogy teljes mértékben. Nyilván ezek a
ezek a termékek magasabb áfekvésűek, de ha megvizsgálnánk, hogy mennyit pazarolunk, akkor nem vagyok benne biztos, hogy az többe kerül, hiszen egy kovásszal készült kenyér 3-4 napig is eláll, és utána is még fogyasztható, tehát nem vagyok benne biztos, hogy azt a kilós kenyeret, amit megvesz egy 3-4 tagú család, 3 nap múlva is meg fogja tudni enni. Úgy tűnik, hogy most már pályázati lehetőségek is lesznek, ugye, amelyeket kihasználhatnak a piaci szereplők. Igen, az Agrárminisztérium tájékoztatás szerint tavasszal indul márciusban üzenet éli pályázat, ami kimondottan az élelmiszeripari gyártókra fog vonatkozni. Ennek lesz egy kisebb változata, amely a kis és középvállalkozások fejlesztését, technológiai fejlesztését fogja segíteni, illetve ez későbbiekben egy nagyvállalatoknak kiírt pályázat, úgyhogy hogy tudjuk jól, hogy az élelmiszer ipar milyen fontos szerepet játszik a gazdaságban. Látjuk a gazdatüntetéseknél is, ugye, hogy milyen fontos az, hogy jó minőségű ételt kapjon a lakosság az asztalra. Én azt gondolom, hogy ez pontosan összhangban van azzal, amit el akar érni a kormány, illetve a lakossági fogyasztások irányába is el fog menni, úgy gondolom, ez a fejlesztés. Nagyon várták már ezt a pályázati lehetőséget a pékek, ugye? Nagyon-nagyon vártunk, hiszen nem is évek óta nem volt ilyen kimondott élelmiszeripar gyártásra vonatkozó pályázat. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm a lehetőséget. Bölcsödét adtak át kölcsén, a határmenti településen eddig nem volt ilyen szolgáltatás. A fejlesztéssel egy 2 csoportszobás, 24 férőhelyes bölcsöde épült meg 400 négyzetméteres játszóudvarral. A beruházás csaknem 390 millió forintba került. Az átadáson elhangzott, a vármegyében 2010 előtt alig több mint 1100 bölcsödei férőhely működött, 2024-ben pedig már 3480 bölcsödei ellátást nyújtó férőhely áll rendelkezésre. Vannak ott tektek szalagot, jó picit? Szalagot vágtak kölcsén, a határmenti településen egy új 24 férőhelyes bölcsödét adtak át. A fejlesztés azért is fontos, mert a községben korábban nem volt ilyen szolgáltatás. Az ünnepségen a település polgármestere azt mondta, az önkormányzat egyik elsődleges célja, hogy csökkentse az elvándorlás mértékét. Minden erővel azon dolgozni, hogy itt tartsuk a fiataljainkat, szüljenek itt az édesanyák, és maradjanak itt a kisgyermekes családok. Emiatt van kölcsében a mai napig anyasági támogatás, első ingatlan megvásárlásához kapcsolódó támogatás, tanyagondokságunkkal segítjük a település nehezebb sorsú lakóit, van óvodánk, van iskolánk, a környező vállalkozók várják a munkaerőt, egyre közelebb kerül hozzánk az autópálya, és elmondhatjuk, hogy most már van egy bölcsődénk is, amivel biztosítani tudjuk 24 gyermek felügyeletét, nevelését, fejlesztését, amíg a szüleik ellátják napi feladataikat, egyben biztos jövedelmet tudunk biztosítani a leendő munkavállalóink családjainak. Az átadáson elhangzott, a járásban korábban közel 20 kilométeres távolságban volt elérhető bölcsödei szolgáltatás. 2010 előtt ebben a járásban csak Fehérgyarmaton volt bölcsőde, és a kisvárosok kiváltsága volt, hogy a ott lakó édesanyák el tudják vinni a bölcsődét. Én visszaemlékszem, akkor polgármester voltam Gyarmaton, hogy hosszú sorok álltak, és különböző telefonok érkeztek, hogy de szeretnék, hogyha gyarmati bölcsődébe járna az éppen Fehérgyarmaton dolgozó családoknak a gyermekei, és most mi azt mondta a polgári kormány, hogy igenis a kisebb falvakban is épüljenek bölcsődék, és én nagy örömmel tudok önöknek beszámolni, hogy a választókerületemben több mint 10 bölcsődének az átadása történt meg, vagy történni fog a közeljövőben. És nagyon hasonló egyébként az előzőhöz. Igen. A bölcsőde átadásán részt vett Vitályos Eszter államtitkár, aki elmondta, 2010 előtt a vármegyében 20 településen 1139 bölcsődei férőhely működött. Idén már 88 településen 3480 bölcsődei ellátást nyújtó férőhely áll rendelkezésre. Én azt gondolom, hogy ez igazán nagy dolog egy kis település életében, amikor egy új intézménnyel gazdagodik, egy olyan intézménnyel, amely az életet hozza magával, hiszen egészen pici gyerekek,
Szoktuk ezt így mondani, hogy 0-3 éves korig fognak ide járni a bölcsödébe. 24 új bölcsödei férőhelyel gyarapodik a település, és azt gondolom, hogy ez igazán nagy segítség az itt élő családoknak. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a munkáját, aki bármilyen módon, akár egy apró segítséggel is részt vett ebben a beruházásban. Azt gondolom, hogy ez nagy eredmény a település önkormányzata szempontjából. Köszönet illeti képviselő urat, hogy támogatta mindvégig a fejlesztést, és természetesen köszönet illeti a polgármesteri hivatal dolgozóit, illetve magukat a kivitelezőket, akik ezt a szép épületet felépítették. Szeretném azt elmondani, hogy igazán nagy megtiszteltetés számomra, hogy egy olyan kormány tagjaként dolgozhatok, amelyiknek a magyar családok az elsők. Ennek az elvnek a megnyilvánulása az a közel 390 millió forintos támogatás is, ami ezt a beruházást lehetővé tette, és amelynek következtében kölcsén a 3 év alatti gyermekek 67%-a számára lesz elérhető férőhely a településen. Ezt el kell, hogy mondjam, hogy ez messze meghaladja az országos átlagot. És azt is szeretném elmondani, hogy 2023-ban már nem volt Magyarországon olyan járás, ahol ne lett volna elérhető bölcsödei ellátás. Azon dolgozunk, hogy még 10 000 körüli számmal növeljük Magyarországon a bölcsödei férőhelyek számát, amelyek 2010-ben 32 000-et értek el, 2024 januárjában már 64 000-nél tartunk. Tehát az elmúlt 13 évben a duplájára nőtt a bölcsödei férőhelyek száma. És hogy miért van erre szükség, tehetjük fel ezt a kérdést. Azt gondolom, hogy azért, hogy minél több magyar gyermek megszülethessen, hogy megszülethessen minél több olyan gyermek, akire vágynak egy családban, és hogy ne legyen anyagi akadálya annak, hogy egy pár gyermeket vállal. Hiszen, hogyha az édesanya, ha szeretne, vissza tud menni dolgozni, mert van olyan intézmény, ahová napközben meg tudja oldani, hogy vigyázzanak a kicsinyére, és azt gondolom, hogy egy édesanya számára ez a legfontosabb, hogy biztonságban tudja a gyermekét, akkor már elhárul előlük az az anyagi akadály, ami sokszor azért nem teszi lehetővé, hogy egy család gyermeket vállaljon, mert egy fizetésből mondjuk nem tudnak megélni. Mi, a magyar kormány ezt tűzte ki a zászlajára, hogy minden vágyott gyermek megszülethessen Magyarországon, és azt szeretnénk elérni, még egyszer hangsúlyozom, hogy ne legyen anyagi akadálya annak, hogy egy pár, egy házas pár vagy egy fiatal pár gyermeket vállaljon. A közel 390 millió forintos támogatásból épült 2 csoportszobás bölcsödében 24 férőhelyet tudnak biztosítani a 3 év alatti gyermekeknek. Az intézményhez 400 négyzetméteres játszóudvar is tartozik. Hogyan hívnak téged? Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorral, szerdán este jelentkezünk, akkor többek között az egyre inkább terjedő veszettséggel foglalkozunk. Várjuk Önöket akkor is, viszontlátásra!